Szép estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit. Ma esti adásunkban egy hosszabb összefoglalót tekinthetnek meg a 4. Mogyi Trail terepfutó versenyről, illetve ellátogatunk a Mogyi Bajai Judo Klub edzésére. Tartsanak velünk! A Mogyi Ese vasárnap 4. alkalommal rendezte meg a Mogyi Trail elnevezésű viadalt. A terepfutó versenyen a résztvevők a Gemenci erdőben teljesítették a kijelölt távokat. Idén is több mint 100 résztvevő állt rajthoz. Sáros, csúszós talaj és 10-11 fok várta a futókat a Mogyi Trail terepfutó versenyen vasárnap reggel. A 4. alkalommal megrendezett viadalon 10, 18 és 24 kilométeres távon bizonyíthattak a legbátrabbak. A résztvevők ezúttal is a Gemenci erdőben, az országos kék és piros túraútvonalak mentén futhattak végig. A rajtokat követően a főszervezővel, Szekeres Tiborral beszélgettünk. Tibi, elrajtolt mind a három táv, mesélj róla, hogy kb. Hányan vannak, és milyen volt a rajt ebben az esős időben? Hogy hányan vannak, azt egész pontosan nem tudom megmondani, körülbelül ugye annyit tudok, hogy 100 fölött van a legrövidebb távnak a részvevő, sőt szerintem inkább 120, ahogy így elnéztem a tömeget. A leghosszabb táv is egy körülbelül 50 fővel kirajzott, és azt hiszem, hogy 40-nél többen rajtoltak el a középső távon is, és én azt mondhatom akkor, hogy egy olyan 200-210-20 fő az, aki ma úgy gondolta, hogy ebben az időben nekivág ennek a távnak. Mit lehet tudni még arról, hogy nagyon ebben az időben azt tudom mondani, hogy ez egy ember próbáló, ez biztos, hogy mert egész éjszaka szinte esett az eső, egy ilyen jó kis áztató eső volt. Volt egy rendező kollégánk, aki kim volt az útvonalon már, pótolt egy-két szalagot még rajta, ő visszaért nem sokkal a rajt előtt, és hát nem volt egy szép látvány, amit ő nyújtott, mármint hogy maga a sár, ami rajta volt, de én azt gondolom, hogy nem bánta meg az, aki ma eljött, mert azért ez a 11-12 fok, ez egy remek futóidő. Jelenleg nem esik az eső sem, és reméljük, hogy ez kitart egész a verseny végéig. Ugye te is futó vagy, hogy lehet így, kell ilyen speciális felkészültsége ez, hogy ilyen időben fussatok? Hát itt elsősorban gondolom, hogy a talajra is, a csúszás is dolgokra gondolhattok, vagy gondolhatsz. Nehéz rá készülni, ugyanis ugye vannak olyan speciális terepfutó cipők, amit ugye lehet alkalmazni ezeken a versenyeken, de nehéz, mert ugye, hogyha egy ilyen anyagos sáros talajjal találkozik ez a bordázott cipő, és egy idő után megtelik ezzel a sárral, és körülbelül ugyanúgy viselkedik, mint egy rendes utcai futócipő. Figyelni kell nagyon, mert tényleg nagy a csúszás veszély, igazán erre nincs orvosság, hogy mit lehet itt ilyenkor tenni. Van, aki ügyesebben átvészeli, kicsikét jobb a képessége arra, hogy ezen a csúszós talajon mozogjon valaki, meg ugye kicsikét bestresszel, és már ott is csúszni fog, ahol egyébként nem tenné azt. Hány frissítőpont vár a futókra itt a táv során? Távonként változó ugye a frissítőpontok száma, a rövidebb távon egyetlen egy közbenső frissítő van, ez körülbelül a táv felénél, vagy egy picikét tovább, vagy távolabb van. A 18-as távnak 2 frissítőpont áll a rendelkezésére, ők ugye az első frissítő megegyezik a 10 kilométeres távnak az állomásával, a másik az pedig egy 3,5-4 kilométerrel a cél előtt van, ott tudnak még magukhoz vételezni némi folyadékot és bármilyen nivalót, ami ugye felkínálnak. A kék 24-en ott azért már ez már egy combosabb táv, ott még plusz 2, tehát összesen 4 frissítő van kihelyezve. Úgy gondolom, hogy elég jól el vannak osztva ezek kilométerenként ezek a frissítőállomások, tehát nem fog eléhezni senki az egyiktől a másikig. Bízom benne, hogy örömteli arcok fognak beérkezni, de alig egy 40 percen vagy 30 percen belül. És mi vár a befutókra? Ugye gondolom mindenki kap valami ajándékot, illetve vagy az első 3 helyezett kap-e valami külön díjat? Igen, minden célba érkezőnek úgy gondoljuk, hogy elég szépre sikeredett befutó éremmel készülünk. Ugye ez egy emlékérem, ezt szokták adni a futó rendezvényeken. Mi is ezt tesszük. Ezt minden futó megkapja, emellett finom gulyás leves, szerintem ebbe a 10 pár fokba jó fog esni itt a sátorban, hogy ezt el tudják fogyasztani. És ugye vannak díjazottaink, ugye az első 3 helyezett minden távon nemenként külön díjazzuk, ugye fölhívjuk a dobogóra a szponzori ajándékokat, a győztesek kupát, a többiek pedig érmet kapnak emellé még. A 10 kilométeres távot a pécsi futó Lázár Gábor teljesítette a leggyorsabban, kevesebb, mint 40 perc alatt.
Az időjárás az kicsit megtréfált ezt az egész versenyt. Elég sáros volt a terep, nagyon csúszott. Hát ez sok embernek ugye elég nehéz volt. Én is vaciláltam az elején, hogy milyen cipőt húzzak föl, aztán végülis a terep cipő mellett döntöttem, ami jó választás volt, így kevésbé volt olyan nehéz a terep. Úgyhogy hát ketten futottunk végén 8 kilométerig, és a végén próbáltam ilyen váltakozó tempót futni, és a második srácot így egy kicsit le tudtam előzni. Számítottál az elején, vagy tervezted, hogy ilyen jót fogsz futni, vagy ezt így közben érezted magadon, hogy... Hát nem gondolom, hogy jót fog futni, mert ugye az elmúlt két hétben nem volt jó az edzésem, nem tudtam eléggé felkészülni. Hát váratlan volt, hogy ilyen eredmény született. Igazából itt fejbe egy kicsit erősebb voltam szerintem, és ez volt az eredménye. Akkor te mondhatod, hogy ilyen rendszeres futó vagy, tehát hogy nem hobbi futó, hanem a versenyeken is szoktál indulni? Igen. Ilyen terepfutásokkal szoktam indulni, terepakadályi versenyeken, néha utcai futásokon. Igazából az ilyen terep az, ami nekem jobban fekszik. És te Bajáról érkeztél, vagy vidékről? Nem, én pécsi vagyok. És most vagy először itt a Bajai Mogyi Trailen, vagy voltál már többször? Nem, ez az első versenyem. Itt az elején érdeklődtem is több futótól, hogy milyen a pálya, merre kell futni. Abból próbáltam egy kis információt meríteni. Hát meglepő pálya volt, de nagyon, nagyon élvezetes pálya volt. A hölgyek 10 kilométeres távján a rutinos bajai futó Koszorús Nóra hosszú hajrát követően a második helyen ért célba a fiatal triatlonos Koller Száva mögött. Szoros volt a verseny, mivel az első helyezett Koller Száva egészen jól megfutatott, és tőlem szokatlan, vagyis nekem szokatlan ez a pálya, mert én aszfalton szoktam futni, és ez a saras terep egy kicsit azért próbára tett. Milyen céllal vágtál neki ennek a versenynek, vagy van-e különösebb, vagy csak szeretné volna egy jót futni? Nem cél a teljesítés volt, de hát azért, amikor láttam, hogy egészen jó helyen vagyok, akkor a versenyszellem felébredt bennem. És milyen nehezítés, tető nehezítő körülmény volt ez a saras pálya? Volt-e esetleg, amikor nehézséget okozott itt a tócsák meg a csúszós talaj? Abszolút, mert ugye ilyenkor jó kell megválasztani a cipőt, ami nekem most sikerült, úgyhogy azért elég stabil voltam, de hát igen, azért süllyedtünk, csúszkáltunk, figyelni kellett a pályára, és mondom, én nem ehhez vagyok szokva, tehát én aszfalton szeretek futni jobban. És milyen cipőt választottál? Tudsz egy kicsit mesélni, hogy mi a különbség mondjuk egy aszfaltos futáskor választott cipő, meg egy ilyen saras pályán választott cipő között? Hát igen, ennek ugye a talp kiképzése teljesen más, és igaz, hogy összeszedi a sarat, de ahogy már egy kicsit szilárdabb talajra érkezel, akkor ezt ki is dobálja tök jól, és megfog, nem tudsz benne úgy csúszkálni. Ja, aszfaltos cipőn itt testem keltem volna, az biztos. Többször gondolom, te mindegyik alkalommal indultál itt a Mogyi versenyen, ugye Bajai lévén. Én ezen a Mogyi Trailen most indultam másodszor, az elsőn indultam, aztán kimaradt pár év, mert más céljaim voltak a futásban, a hosszabb távokat preferáltam, és akkor most úgy gondoltam, hogy nem volt most versenyem idén nagyon, és akkor gondoltam, hogy megpróbálom most ezt. Van esetleg egy nagyobb verseny, amire most készülsz, ilyen hosszabb táv? Idén már csak egy félmaratonon szeretnék Siófokon indulni, és akkor jövőre van egy, még nem futottam maratont versenyen, tehát hivatalos maratonom is még, és jövő áprilisban tervezek egy maratont. A többit még nem tudom. A legrövidebb távon több fiatal sportoló is rajthoz állt. Így volt ezzel a kézilabdázó Domonkos Hunor is, aki immáron második alkalommal teljesített ekkora távot. Nagyon jó volt, nagyon csúszott azért a pálya, nagyon saras volt, de élveztem, jó volt azért. Szoktál ilyen futóversenyeken indulni, vagy ez volt az első ilyen? Szoktam menni apukámmal a váltóba, de most így apukám egyik barátjával... Apukám egyik barátjával futottuk le ezt a 10 kilométert. Először teljesítettél ilyen hosszú távot egyedül? Nem, ez a másodjára. A mezőnyben akadtak olyan sportolók is, akik vidékről érkeztek Bajára, és először indultak ilyen jellegű megmérettetésen. 10 kilométert futottatok ma itt ilyen nehezített pályán. Hogyan éreztétek magatokat? Jaj, nagyon jól. Életünk első ilyen versenye volt, még sosem futottunk hasonlót se. Kicsit csúszkoráztunk, mentünk ösvényen, nagyon jó volt. Számítottatok ilyen nehéz pályára, vagy tudtatok esetleg készülni rá? Kiskörösre jöttünk, hasonló a vidék, készültünk ott az erdőkben. A srácok, a barátink már jöttek, voltak egy párszor, ők sámítottak, jöjjünk el. Hát mondom, 10 km
kilométerre, jöjjünk el, mert nem gáz, nem lesznek dombok, csak erdő. Eljöttünk, megpróbáltuk, örültünk neki, szerintem jövünk legközelebb is. Végig tudtátok futni, vagy voltak esetleg olyan részek a pályán, amikor nem lehetett futni, és csak gyalogolni lehetett? Voltak olyan picit sárosabb részek, ahol valószínű mi óvatosabbak vagyunk, és más futotta, igen. Talán két farönk volt keresztbe, meg ez a nagyon keskeny ös, végigfutható volt. Végig. Lassan állandó résztvevői lesznek a bajai futórendezvényeknek az olyan nevezők, akik a kutyájukkal indulnak a versenyen. Kertai Krisztina Szekszárdról érkezett a négylábú kedvencével, hogy együtt teljesítsék a 10 kilométert. Szuper volt, imádtam. Jó sáros volt, a burpee is szerette, úgyhogy szeretünk együtt futni, mindig futunk hétvégente. Mutasd be, légy szíves, a társadat, hogy ő hány éves, hogy hívják, és hogy mióta futok együtt? Ő 2 éves, úgy találtuk, és hát 1 éves kora óta futunk együtt. Nyáron nem tudunk futni, mert akkor nagyon melege van, de így ősztől tavaszig kihasználjuk az időt. De rendszeresen szoktatok, mondtad, futni, versenyen is indultok, vagy ez az első ilyen versenyetek? Ez az első közös versenyünk, úgyhogy nagyon boldog vagyok. És milyen jutalomban szokott, ugye, mert te kaptál érmet, meg itt lesz leves, neki mi a jutalma ilyenkor? Hát majd bejöhet újra az ágyba. Na, neki is az öröm lesz. Igen, igen, igen. Van melegben, meg megfürdetem. A 18 kilométeres zöld távot a férfiaknál Gorza István, míg a nőknél Tripolszki Beáta teljesítette a leggyorsabban. A leghosszabb útvonalat másfél óra alatt tette meg Kollár Erik, aki így a férfiak között a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Fél órával később megérkezett a hölgyek aranyérmese is, Sipósné Mácsai Marian személyében. Vége van a mai versenynek, készültök-e már a következő évi versenyre? Igen, ezt úgy szoktuk általában mindig így elkövetni, hogy ha lemegy az év utolsó rendezvényünk, az évvégi utolsó rendezvényünk, ugye ez a Mogyi Trail, akkor abban a pillanatban megnyitjuk a tavaszi kikelet félmaratonunknak a nevezési lehetőségét. Aki már ügyes, az lehet, hogy már tud időpontokat is innen-onnan már olvashatott. Ezt mondanám, hogy április 2-ára tervezzük a 13. kikelet félmaratonunkat, és abban a pillanatban, ahogy lezajlik ez a rendezvény, mindjárt kijövünk vele, és már itt is a regisztráció, tehát szabad lesz az út, hogy valaki eljön a következő versenyre. A rendező csapat számára az idei utolsó verseny végeztével sincs pihenés. Az április 2-ára tervezett kikelet félmaratonra már regisztrálhatnak a sportág szerelmesei. Sűrű az őszi versenynaptár a Mogyi Bajai Judo Klub sportolói számára. A fiatal cselgáncsozók legutóbb a serdülő országos bajnokságon léptek tatamira, ahonnan 2 aranyéremmel tértek haza. Andrássy Márton pedig az U23-as Európa-bajnokságon képviselte hazánkat. Izgalmas időszakon vannak túl a Mogyi Bajai Judo Klub versenyzői. A judósok az ősz folyamán szinte minden hétvégén tatamira léptek hazai vagy nemzetközi versenyen. Nem volt ez másképp az elmúlt szombaton sem. Ekkor rendezték Cegléden a serdülő országos bajnokságot, ahonnan 4 éremmel tértek haza a fiatalok. A megmérettetésen a dobogó 3. fokára állhatott fel Pálfi Levente 73 kg-ban és Hudoba Máté plusz 81 kg-os kategóriában. A lányoknál Radics Maja remek formában várta az idősebb korosztályban való szereplést, hiszen az elmúlt versenyeken rendre dobogós helyen végzett. Szombaton ismét remekül helyt állt, amikor is országos bajnoki címet szerzett. Szegléden volt a verseny, nekem 3 meccsem volt, abból mindegyiket nyertem, és egy tök jó élménnyel gazdagodtam. Ugye ezzel te magyar bajnok lettél, ha jól tudom. Mesélj, hogy hány kilogramban szoktál indulni, és mik a további céljaid a judóban? Én diákas vagyok alapból, és diákabb a mínusz 32-be szoktam, de most serdülőben mínusz 33 kg-ba indultam. Alapból a célom a judóval az, hogy olimpiai bajnok legyek. És most mondtad, hogy serdülőben indultál, akkor ők már nagyobbak, gondolom idősebbek voltak, mennyivel volt a másabb ellenük küzdeni? Hát fejlettebbek voltak, az biztos, hát... kicsit erősebbek is.
A bajai csapat másik bajnoki címét a 48 kg-osok között induló Szőlősi Fanni szerezte meg. Fanni az utóbbi időben nem volt jó formában, ezért nagy meglepetést okozott edzőinek a győzelemmel. 4 küzdelmem volt, az első 2 küzdelemben úgy érzem, hogy gyorsan sikerült a nyeremény, aztán a másik 2 küzdelmem kicsit nehezebb volt, de végül ott is sikerült nyerni. Mit gondolsz, mi az, amiben jobb voltál az ellenfeleidnél? Hát úgy érzem, hogy a feltart technikám egy kicsit erősebb volt, mint az övék. Állásban kicsit szerencsém volt, hogy sikerült dobnom. Mondd el, légy szíves, hogy milyen korosztályban vagy, és milyen súlycsoportban indultál? Serdülő vagyok, és 48 kilóban indultam. És mondd, légy szíves, azt még meséld el nekünk, hogy mik a terveid a judóval, mit szeretnél elérni vele? Hát később szeretnék majd egy Európa kupán indulni, és talán megnyerni. A klub egyik kiemelkedő versenyzője, Andrássy Márton, október utolsó hétvégéjén az U23-as Európa-bajnokságon szerepelt. Mint arról korábban már beszámoltunk, Márton a legjobb 16 között remekül küzdött, de alul maradt a későbbi bronzérmes holland versenyzővel szemben. A bajai judóst edzésen kérdeztük az európai megmérettetésről és terveiről. Szerintem nagyon jó felkészülés előzte meg ezt a versenyt, mind mentálisan, mind judó terén, és úgy gondolom, hogy jó állapotban érkeztem meg. Sajnos egy nálamnál fizikailag is erősebb holland fiúval mérkőztem meg a legjobb 8 közé jutásért, ahol sajnos kikaptam egy vazarival. Milyen volt a mérkőzés? Mi az, amiben szerinted alul maradtál? Úgy gondolom, hogy mivel nálamnál jobb volt a fogás felvétele, és én nagyon ragaszkodtam a meccs előtti megbeszélt taktikához, és nem változtattam, nem voltam kicsit kreatívabb, és ez miatt elvesztettem. Elárulod nekünk, hogy mi ez a taktika, amivel az edződ a szőnyegre küldött? Meccs előtt megnéztük az ellenfelem, hogy mit szokott csinálni, hogyan szokott fogást felvenni, és mi arra kigondoltunk egy tervet, aztán sajnos ez meccs közben felborult. Mik a terveid a jövőben? Tehát most nem tudom, hogy ez volt az első ilyen nagyobb világversenyed? Igen, nekem ez volt az első világversenyem. Hát most elkezdődik a alapozó időszak, aztán még decemberben, meg januárban lesz edzőtáborom, de az első verseny az valószínűleg január végén, február elején lesz. Térjünk vissza kicsit a világversenyre. Ugye először jártál kint, mesélj, hogy milyen volt kint a légkör, ugye nemzetközi verseny, sok judós volt, ugye sok országból. Nagyon tetszett nekem ez az egész légkör, és én próbáltam magamban minden erőt szívni, hogy ennél, hogy minél jobban is sikerüljön a verseny, plusz nagyon sok támogatást is kaptam, mint edzőimtől, szüleimtől, barátaimtól. Amikor kiutaztatok, akkor mi volt a programok, hogy megérkeztetek? Akkor hány napod volt kint mérkőzés előtt, sorsolás előtt? Szerdán érkeztünk meg, csütörtökön volt a mérlegelésem. Hát ott mindkét nap volt egy ilyen kis mozgás, hogy azért az izmaim rendben legyenek. És csütörtökön mérés után meg ugye kezdődött a visszatöltés, akkor már lehetett tenni, a regenerálódás, és akkor pénteken délelőtt kezdődtek a küzdelmek. És mi az, amiben úgy gondolod, hogy javulnod kell a jövőben, hogy legközelebb tovább jussál az első mérkőzésen? Igazából én elég szigorú vagyok saját magammal kapcsolatban, szóval úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenben, mind mentálisan, fizikailag, és természetesen technikailag is, meg taktikailag is sokat kell még fejlődnöm. Mi az a következő világverseny, ahova célod, hogy kijussál? A célom, hogy kijussak, az jövőre lesz ugyanígy az U23-as Európa-bajnokság és világbajnokság. És mi kell hozzá, hogy nem tudom, tehát hogy mi kell hozzá, ilyen rangsoroló versenyek vannak, vagy pontszerző, világkupák? Lesznek természetesen ilyen válogató versenyek, Európa, felnőtt Európa kupák és Európa Openek, ami majd februártól meg is kezdődnek, és ott a minél jobb szereplés.
Említetted, most elkezditek az alapozást, ez hogy zajlik nálatok? Most egy ilyen általános felmérés, a fizikai állapotomat felmérjük, aztán majd a judó terén is lesznek felmérések, de az még egy nagyon picit várhat, és utána meg egy fizikai tréner segítségével összeállítottak nekem egy programot, és azt fogom majd csinálni. Külön a szövetség, tehát a válogatott edzés, vagy edzőktől kapod ezt a külön edzéseket? Igen, a válogatottnak van egy ilyen felkészítője, és ő segít a munkában. Az elmúlt hetek versenyeiről és a bajai fiatalokról Radics Attilával beszélgettünk. Múlt hétvégén voltam ugye Európa-bajnokságon, Szarajevóba. Hát kis felemás érzések vannak azért bennünk, megmondom őszintén. Tehát nagyon örültünk neki, hogy kijutott Márton erre az EB-re. Az utolsó pillanatban tudta kiarcolni a részvételt. Picit bennünk volt, hogy esetleg minél jobb eredményt érjen el, de ez sajnos nem így alakult, de biztosak vagyunk benne, hogy a jövő évben ki fog jutni világversenyre, és szerintem biztos vagyok benne, hogy eredményt fog elérni. Mit gondol, mi az, amiben most éppen alul maradt? Mert mondtad, hogy felemás érzések vannak benned, hogy mi az a hiányérzet, ami itt benned maradt? Hát talán azt lehet mondani, ez volt az első világversenye. Ez egy kicsit azért megnyomta őt, azt láttam már. Voltam én is egy pár ilyen versenyen, és láttam rajta, hogy ez úgy benne van. De hát az is megszerezte ezt a kis rutint, ami legközelebb már én úgy gondolom, hogy az előnyére fog válni. Ugye te már régóta ismered a Mártont, mit gondolsz, mi az a szint, ameddig ő eljuthat? Hát én úgy gondolom, hogy igazán, hogy megtesz mindent, hogy minél jobb legyen, mi is megteszünk, mi is támogatjuk, próbáljuk tényleg mindent megteremteni neki. Én úgy gondolom, hogy határa csillagos ég, tehát rajtunk nem fog múlni, meg a Mártonon se, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ugye most kint volt a nemzetközi versenyen, mit gondolsz, mi az, amiben még esetleg fejlődnie kell, hogy még jobb legyen? Hát, hogy még jobb legyen igazából mindenben. Tehát tényleg komoly, magasabb szintekre is eljusson, tehát akár mentálisan, akár fizikailag, akár technikailag. De hát erről szól a sport, hogy folyamatosan fejlődünk meg, edzünk. Ugye hétvégén Cegléden jártatok, a serdülőkkel két bajnoki címét is elhoztatok. Mesélj, milyenek voltak a lányok mérkőzése, illetve a teljesítmény. Nagyon-nagyon örültünk ennek a két országos bajnoki címnek. Hát megmondom őszintén, egy kicsit nekünk is azért meglepetés volt. Fanni az elmúlt időszakban nem úgy teljesített, ahogy ő is szerette volna, meg mi is szerettük volna, viszont arra a bajnokságra nagyon felszívta magát, és tényleg mint a régi Szőlősi Fannit láttuk volna. A Maja, hát ő meg a esélytelenek nyugalmával indult ezen a versenyen, hiszen még csak diák a korú, de hát ez erre rácáfolt elég szépen, úgyhogy ő is nagyon okosan behúzta ezt az első helyet. Ugye most már csak két hónap van ebből az évből, mi az, ami még vár rátok itt a hátralevő időszakban? Hát vannak még ilyen más harmadosztályú felnőtt országos bajnokság, ami előttünk van, és a legkisebb korosztálynak, a diák C korcsoportnak van még az országos bajnoksága majd decemberben. Igazából ezek a versenyek, övvizsga lesz év végén, és utána vége az évnek. A sportolók tehát a továbbiakban sem pihennek. A legkisebbektől egészen a felnőtt cselgáncsozókig azon dolgoznak, hogy a hátralévő megmérettetéseken a maximumot nyújthassák. Nézőinknek köszönöm a figyelmet! Friss lelátóval két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!